Hello, sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Szerda van, stratégiai játékkal fogunk játszani. Hát a szerdai stratégiák, ugye? Folytatjuk az Anno 1800-at. Ott hagytuk abba, hogy befejeztük a fő sztori szálat, illetve elkezdtük menedzselni a világkiállításnak az utolsó fázisát tulajdonképpen, ahol azért vannak gondok, kevés a kaucsuk, meg ilyesmi. De hát, ha most sikerül ma összeraknunk, mert kell még sok mérnök, meg kell még sok investor is, növelnünk kell jelentősen, én úgy gondolom, a lakosságunkat. Úgyhogy nem egyszerű. De hát, lássuk, hogy hogy sikerül-e. Itt van a game. Reméljük hang is van. Jó. Oké is. Na nézzük. Oké. Nem is emlékszem, hogy hol hagytuk abba, de ugye ott, hogy azért voltak gondok a... Hát ilyen kaucsuk még mindig nagyon nincs. Ez az egyik gond, a másik meg lassan ember sincs elég. Mondjuk legalább ellátmány van, hát a rum az mindig kevés, de hát a rum az már csak ilyen. Itt érkezik kaucsuk, itt meg rum. Jó, hát akkor nem olyan vészes a helyzet. Alapvetően akkor ezek az ellátmányok rendben vannak. Akkor tényleg a kaucsukkal kell majd valamit csinálnunk. Határozottan. Aha, hát itt a szivar, nem tudja berakni a szivart, meg a csokit, meg a gyöngyöt, vagy, nincs, vagy nem tudja berakni, mert tele van, vagy mert nincs. De mindegy, a gyöngy az ékszerhez kell, az meg annyi van, mint a szemét, csoki is van, meg szivar is van, tehát az a probléma, az igazából nem is probléma. Na, megjött a kaucsuk. De szerintem ez a... Az, hogy ezt itt be lehet állítani minimum stockra, ez ilyen bugos. Mert nem gyűlik. Hát azt tudom csinálni, hogy megállítom a kerékpárgyártást. De az nem biztos, hogy szerencsés lenne. Na nézzük át az új világba. Hogy itt mennyi kaucsuk van. Ugye most ért oda a hajó, ami szállít. 117. Akár még elég is lehetne igazából, mert itt azért elég jó ütembe gyűlik. És lerakok még egy kaucsuk ültetvényt, az nem biztos, hogy sokra vezet. Mondjuk sok mérnök kell, ugye sok mérnök meg sok bicikli kell, az meg sok kaucsuk kell. Csak lerakom én ezt a kövi ültetvényt. Hát hogy van ez a sziget rész itt? Ez elnyúlik itt végig. Hát akkor itt jövünk a tengerparton. Nem hiszem, hogy ez a tengerparti rész kell nekünk most. Mert erre nincs olaj, ugye az olaj kikötő miatt lehetne érdekes, de az erre nincsen. Sőt, ezen a szigeten egyáltalán nincsen. Úgyhogy akkor jöhet ide a kaucsuk ültetvény. What can I do for you? Ugye ember itt van, már napszámos, úgyhogy szerintem ez így rendben lesz. Fogjuk rá, legalábbis. Jó. Oké is. Na hát ez nem biztos, hogy még így önmagában megoldja. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi kaucsuk gyűlik össze, amíg fordul egy kört a hajó. Már hogy ami az óvilágból jön,
azért az idő mire ide ér. Ez egyszer ilyen 18-ra szállít. Hát nem akarom föntebb vinni, bár lehet az kéne. Nézzük már meg, hogy a többiből hogy áll a termelés. Azt mondja, fa, olaj, banán, kaja. Az kurva sok van. Meg van alpakagyapjú is, poncsó is rengeteg. Meg kávé is. Mondjuk a kávét biztos nem veszem vissza. Na. Akkor ezeket visszavesszük. Sokat nem javít mondjuk a helyzetem, hogy itt kevés ember dolgozik. A gyapot az marad, mert az sok. Jöhet az alpaka, gyapjú, poncsó is. Aztán majd meglátjuk, reméljük nem lesz túl kevés. Ezekből hogy állunk? Hús, kukorica, tortilla. Hát ebben nincs sok, úgyhogy akkor ezt nem vesszük vissza. Igen, a tortilla az már izé munkás, tehát obréroz. Jó. Hát akkor itt küldünk egy kicsit a kaucsukra. Na, itt azért ne. Így. Biztos nem fognak neki örülni, de még azért mindig egy boldog szigetről beszélünk, plusz 30 a happiness mutató, szóval azért az nem rossz. Hát kaucsuk ültetvényen most nem szívesen dolgoznék. Ebbe azért megegyezhetünk. Mondjuk amúgy se, de na mindegy. Jó. Úgyhogy elvileg, ha minden jól megy, ez akkor rendben van. Meglátjuk, hogy mi lesz a hatása, de adunk neki egy kis időt, hogy kifussa magát, de szerintem ez így első nekifutásra jó lesz. Na. Jó. Ugye ami még kell, hát munkaerőben nem állunk rosszul, de sok gyárat leállítottunk, ugye mert a sztorihoz meg kell építeni ugye a bíróságot. És azért sok mindent hát le kellett állítani. Ezeket majd meg kell nézni, hogy ennek milyen hatása volt. Na, a téglagyár pörög továbbra is. Itt volt egy rézért bánya. Hát mivel az egy van, azt gondolom azt... Lehet azt a gyárat is leállítottuk, ami használja a rézércet. Na ezt majd megnézzük. Oké, és akkor a rézbánya le van állítva. Stores are inundated. Kenyérből rengeteg van. No space left here. Lisztből is. Igen, itt egy malmot le is állítottunk. Erre állítunk még egyet, bár mondjuk ez... I'll put my feet up. Na mindegy. Meglátjuk. Taking a break. Like you said we could. Ebből is rengeteg van. Mondjuk ezt használja utána a fegyver. Your afternoon fanners. Fegyvergyár. Valami használja, majd mindjárt megnézzük. Jó. Na, itt még meg kéne nézni, hogy ezekből a nyersanyagokból hogy állunk. Hát azért van. De ezeket nem akarom leállítani, mert ezek szerintem most így jók. Nyersanyag. Hát fa, az legyen, mert az mindig kell. Vasércből nagyon fogy. Lehet, hogy itt lepukkantottak most egy hajót. Ez könnyen lehet. Na nézzük. Nem, itt van. Most jött meg. Itt meg a másik. Ez is most hozta meg. Akkor jó. Akkor ez is rendben lesz, csak
Jó. Szerintem ez rendben lesz, Oké, és homok. Az gondolom az üveggyárhoz kell. Cement is pörög. Hát igen. Igaz, gyöngyből egy kicsit kevés. Van, de ez ugye az új világból érkezik. Éppen itt. Na. Jó. Mit állítottunk még le? Acél. Szerintem ez csak építéshez kell majd. De az mindenképp. Elfogyott megint a kávé. Elképesztő sok kávét isznak ezek a mérnökök. De hát ugye tudjuk, hogy ez a valóságban is így van. Jó. Igen, ezt állítottuk le, ez kell szerintem az óragyárhoz. Fegyvert nem gyártunk, az most nem fog kelleni. Kivéve, ha az öreg Beria megtámad. Oké. I had better leave it to set. Gőzgép, ez is kellene. Majd mindjárt nézzük, hogy miért. Majd kellene. Fegyver most nem kell. I'm missing particular materials. Jó. Hát van headroom valamennyi, de azért nézzük meg. Itt megint a kávé meg a room lesz a szűk keresztmetszet. Mert kaja meg varrógép van, kabát, szemüveg, bicikli van, most már óra is van, izzó is, hát igen. Itt meg, ugye már kell majd egy csomó investor, hát pezsgő csoki van. Ugye pezsgő az innen jön gyakorlatilag a szőlő, nem, innen. Már szerintem itt nem is nagyon olyan sok van, hogy mondjuk, ha nem is itt, de van sok, bőven. Olyan sok van ezekből, hogy ki sem bírom rakni a hajóból. Jó. Oké, itt is akartam. Jó, hát a szivar az rengeteg van megint csak, tehát hát igen, itt megint a kávé meg a room lesz a ja, nem, az investornak a kávé. Jó. Viszont kávé meg van. Tehát ott szerintem az ütem nem jó, hogy hozzák. Mert itt mondjuk, itt van 71. Itt meg annyi, mint a szemét. Tehát így gyakorlatilag... Tehát nem tudja hova tenni. Oké, és lehet, hogy akkor ezen egy picit állítani kéne. Úgy fogom, azt időnként áthozom. Ship of the line reporting in. Nem mintha az jó megoldás lenne egyébként. Ennek automatikusan kéne menni, mármint úgyhogy nyilván én állítom be, hogy jó legyen. Mert ez a hajó, ez itt hord feltett. De mi a töknek? Na akkor taktikát váltunk, mert akkor te hordod a kávét is. Tépegrán, de igen ez. De miért van itt 116 pezsgő? Mit keres ott pezsgő? Elképesztő. Na jó. Van nekem ilyen... olyan hajóm, amivel én... tudnék, hát...
van ez. Elhozunk egy csomó cuccot az új világból, az biztos. Mert rendben lesz ez, tehát alapvetően picit több rumot kéne tán hozni, meg picit több kávét. Nem sokkal. Jaj. Ezeket átpakolom ide. Akkor te pedig... Ja. Átküldjük az új világba. Ja, ne. Nem menj sehova. Tehát átküldjük az új világba, hogy hozzá a cuccokat. Gyakorlatilag. És akkor rendben leszünk, szerintem. Jó. Oké, cinkbánya is megállt, semmi gond. Valószínű az üveghez kell. De nem az üveghez. Órához. Mindegy, meglátjuk majd. Meglátjuk majd. Szerintem el kéne kezdeni kicsit fejleszgetni. Ugye ami biztos, hogy sikerült itt villamos áramot csiholnunk, ezzel fejeztük be múlt héten. Tehát igazából tudunk jönni erre is most már. I am humbled. Bőven. Tehát akár itt az egész, ez a városrész mind lehet mérnök. Igen, az utakat nem csináltuk meg, mert elfogyott a tégla. Hát reméljük most már van. Van. Ugye ez azért kell, mert akkor a ilyen köves úton messzebbre megy az áram. Elvileg. Lehet, hogy ezt nem éjszaka kéne csinálni. Nem látok semmit. Jó, erre már beton ott van, vagy hát köves pontosabban, mert nem beton ez. Oké, itt még van egy kicsi. Így van, szuper, szuper. Na, evel most már akkor a villamos áram az így behálózza ezt a területet. Hát itt még egy picit, és akkor rendben is vagyunk. Na lássuk, hogy most meddig ér el a dolog. Hát igen, kicsit nagyobb terület, kicsit jobban elnyúlik erre. Itt erre fölfele nem, ami... Hát ez van, ekkora a lefedése. Hello Miska, szép estét! Mi újság? Igen. Ezt határozottan mondom, hogy több rum, meg több kávé kell. New orders. Itt jön egy csomó kávé, meg egy kis rum, meg egy csomó kaucsuk. Pörög a meló? Hát elhiszem, az... Kemény, kemény. Kemény szakma ez. Maradjunk annyiba. Felé mi újság? Hát... Én most egy két nap lazítást sikerült magamnak így kieszközölnöm. Vagy hát ilyen lazábbat. Tudod, még mielőtt beindul így hétfőn a menet. Ugye megvan a... Ki van dolgozva a prog. Gyakorlatilag megvan minden, már csak végre kell hajtani. Most kiderült, hogy kell e-sportot is tartanom megint. Hallgatók igénylik, kell neki, kell a kredit, ugye? De amúgy nincsen semmi. Okay.
Na, hát én amondó vagyok, hogy léptessük egy kicsit itt a lakosságot. Mi lesz a téma? Persze, hogy publikus, Miska, nálunk minden publikus. Alapvetően... hát nagyjából az, ami eddig igazából, mert ugye nagyon változtatni nem lehet. A fő sodorvonalban az abstrakció lesz. Most nyilván ez sok mindent jelenthet. Alapvetően két fő irányt, tehát két fő programozási megközelítést fogunk megnézni gyakorlatban, az objektumorientált programozást, meg a generikus programozást. Nem követted, mi volt az elmúlt pár évben? Hát... hogy fogalmazzak, amúgy nem csodálom, mert... hát mi kihoztuk belőle, amit ki lehet, de nem volt könnyű. Na mindegy, maradjunk annyiba, hogy... ez a két fő sodorvonal lesz. OP meg generic programming. És akkor ezekre nézünk feladatokat, meg példákat. A OP-be ilyen kis grafikus programot írunk, amivel lehet rajzolgatni ilyen különböző alakzatokat. Nyilván semmi bonyolult, hát legalábbis az elején. Később aztán persze beindulott is a buli, mert ugye minden ilyen alakzatnak lesz egy ősosztály, ami ilyen absztrakt ősosztály, és akkor tudod itt C++-ban ilyen virtuális függvények, meg hogy ezek hogy működnek. Akkor ugye hát így az öröklődés kapcsán, hát tulajdonképpen ilyen OP és alapfogalmak, csak egy egyszerű kis példaprogrammal. Aztán a bonyolultabb része meg az lesz, hát nem is bonyolultabb, hanem a... nem mondtam, hogy bonyolult, csak nem lesz olyan egyszerű, ugye szoktuk mondani, hanem hogy belemegyünk a GUI-ba, ott ilyen kis függvénypointerek, tudod, hogy ilyen callback függvények, meg igen, C++ persze, ilyen callback függvények, tudod, és akkor ott a függvénypointerek hogy működnek, meg ugye az a nagyon alacsony szint, amihez muszáj lenyúlni a hardwarehez. És akkor utána egy kicsit Qt-zunk, mondjuk az már ilyen, hát ilyen plusz, hogy úgy mondjam. Kicsit Qt-zni fogunk. Aztán utána jön a generikus programozás, és akkor ott a különböző C, hát a C++ STL gyakorlatilag. Hát majdnem az egész. Hát jó, nem úgy az egész, hogy végignyálazzuk minden egyes ilyen adatszerkezetet, mert az kurva unalmas lenne, hanem az, hogy az STL hogy működik gyakorlatilag. Úgy nagyjából ez lesz a téma, és akkor pár ilyen apróság, így a csak már tematikában benne van, hogy C-ről is kell beszélni. Nem tudom, hogy kinek az ötlete volt magas szintű programozási nyelvek tárgyra a C-t berakni. Lázadás van. Igen, sok kicsit túltoltam. Sok ez a plusz 40%. Föllázott a kaucsuk ültetvén. C a best, miért bántom? Hát figyelj, amúgy valamire az a best. Your people oppose you. Find a way to solve this dangerous predicament soon. Le kell dobni egy rendőrőrst. Tessék. Amúgy meg már visszavettem a kaucsuk. Legyen plusz 10%. Hát ez így. Milyen ezek föllázadnak? We stay together. Ja igen, persze Miska lesz extra is. Ugye a... nyilván ilyen előadási jegy megajánlás, meg kedvezmények. Mondjuk előadási jegy megajánlásról még nem volt szó, mert azt azért ki kell agyalni, hogy legyen. De ilyen kedvezmények már vannak, hogy tudod, ilyen
mit tudom én, kevesebb tételből húz. Tehát ami volt korábban Nordinál is annó, hogy szerintem még nekünk is volt mérnökön, hogy csinálta ilyen extrákat, akkor adott kedvezményeket, hogy nem mind a 14 tételből húztál, hanem csak 5-ből vagy 6-ból vagy ilyesmi. Na ilyenek vannak most is, és oda bevinném a robotautót. Robotautó projektet, hogy hát csak leveszem nullára, már tényleg nagyon bűzöljenek. És akkor ott ilyen bugfixek, mert van mit, ilyen kis plusz feature-ök, mit tudom én ilyen, hogy írj egy megjelenítőt. Írj egy megjelenítőt hozzá, amúgy ráférne, tehát kéne egy új megjelenítő, mert ami még van, ami most van, az még swingbe van. Aztán hát, hát elavult régi, mert volnának terveink is. Szóval lesznek ilyenek, csak ezen még nem tudtam agyalni a robot. Hát a robotautón agyaltam, de ott is azért nehéz, hogy meg kell találni a balanszt. Tehát ha azt mondom, hogy, mit tudom én... Once again, I am indebted to you. Remek. Tehát hogyha azt mondom, hogy írj egy megjelenítőt, és azt mondom, hogy mit tudom, ez egy megajánlott 4-es, nyilván nem, mert azért ennél azért több kell, akkor arra azért figyelni kell, hogy nehogy... Nem az, hogy túl könnyű legyen, hanem... Na. Tehát meg kell találni a... Tehát ki kell balanszolni, úgymond. Hát... Azt a shared memory-t én nem akarnám onnan kiírtatni, mert az egy nagyon jó dolog. Alapvetően. Én azt benne hagynám. Na, jó főpakoltunk. Az egy erőssége azért annak a rendszernek. Igazából ott... hát nem is a shared memory. Hát az első körben a rendszerbe bugfixelni kéne, meg picit... volt olyan hallgató, aki azt mondta, hogy refaktorizálni kéne, mondom, bárcsak már ott tartanánk, hogy olyan jól működik, hogy már lehetne refaktorizálni. Na, hogy azt mondja, hogy nehezen érthető. Hát, kétségtelen. Hát, nézd, ugye az osztott memória az tényleg azért jó, mert az a leggyorsabb interprocess kommunikáció. Kész. Tehát ez ennél gyorsabb nem igen van. Tehát nincs gyakorlatilag. Ugye amire itt azt használjuk, az, hogy ugye a térképet elérjék az egyes processzek. Ugye a memóriába a térképet ugye betesszük, és akkor ott lehetne rajta hackelni, de én az nem nagyon mernék hozzányúlni. Azt Norbi nagyon jól megírta annó, lehet, hogy ágyúval lőtt webkére, ebben akár igazad is lehet, de én az nem mernék hozzányúlni. Tehát az azért kemény meló lenne. Az, hogy a megjelenítőt hogy csatolod föl, meg a klienseket hogy csatolod föl, na ott már lehetne viszont javítani egy kicsit. Szerintem arra rá is férne egy kis kalapálás, mert szerintem ott meg ráadásul szoketen kommunikálnak. Szóval ott lehetne még csiszolni, de ezért mondtam, hogy kéne, és akkor tudod, valami olyasmit képzelek el, hogy fölhúznánk rá valamilyen kis fejlesztői rendszert, ilyen adminisztratív rendszert, ilyen Jirát vagy ilyesmit, és akkor ott ilyen tiketek lennének, lehetne gyors protókat csinálgatni, tehát mint úgy nagyjából a valóságban is, csak egy jó fejlesztő környezetbe. Mármint úgy értve, hogy nem egy gagyi ilyen... Hát na mindegy, nem akarom mondani, tehát egy komoly... Csak ez nehéz.
Hát ezt meg kell nézni, hogy most GitHub vagy Jira vagy mi, ennek után meg kell nézni, hogy egyetemek mit használnak, meg hogy. Ez az, amit még nem volt energiám kibogarázni, hogy mi lenne a jó. De idővel ez is megtörténik. Megint elfogyottam. De semmi gond, már jön. Ez meg az olaj. Oké. Na, szóval... Ship under attack. Kicsoda. Ezek már mindig... Ezek a kalózok mindig visszatérnek. Itt valami gond van. Ja nem, jó, csak ilyen ideiglenes. Kicsit elfogyott a kaja. Mondjuk az nem tetszik. TFS nem. Miska, amúgy beszélhetünk erről. Mert érdekes dolgokat lehetne azért így csinálgatni. Atomtenger alatt járó repülőgép anyag jó, az nincs. Sajnos. Az egy másik játék. Az másik játék, de van már elvileg torpedóm. Azt nem tudom, hogy hogy, de van torpedóm. Meg van ilyen gőzgépes hadihajó. De atomtenger alatt járó, az még nincs. És szerintem ebben nem is lesz. Fura, hogy elfogy a kaja. Pedig van 3 kaja készítő is. Lehet kevés. Of course, come join us. Ez tortillát csinál. Itt van. Come to watch. Ja, hát persze, hát csak rá gondolnak és elsüllyedt volna mindegyik azonnal. Na jó. Egyelőre úgy néz ki, hogy rendben leszünk. Picit akkor tovább nyomatjuk a dolgot. Itt van áram még, ebben az utcában már pont nincs. I am bleary-eyed with bliss. Jó. Na, hogy állunk lakossággal? Ugye az van, hogy kell 5000 investor, meg 2000 elérhető mérnök. Te az a számot hogy jött ki? Mi használunk floatot? Na, ezért nem kell double-t használni, amúgy, amikor nem az kell. Bocsi. Na jó van.
Mondjuk a 2000 elérhető mérnököt meg tudjuk úgy is, hogy addig megállítjuk a... Egy-két üzemet leállítunk, ami olyan. És ott látjuk, hogy van 2300, tehát azért van elérhető mérnök. Pár üzemet akkor leállítunk olyankor. Tehát arra fél órára még épül ez a épület. Na de akkor toljuk tovább. Na most elfogyott a kabát? Nem baszottuk már ki velem, mindig elfogy valami. Ja, elfogyott a kabát. Akkor kell még... Szabászat? My imagination is always at work, even if I am not. Kettő van összesen. Hát az biztos kevés lesz. Kell hozzá egy gyapot, meg... Igen... Abból mennyi van? Egy gyapotot hordják, szerintem az rendben lesz. Vagy pamutot. Még ez is jó, hát akkor csak ledobunk egyet. Hát csak... Ja nem, itt is van egy. Akkor ez lesz már a negyedik. Hát ledobunk egyet, csak helyem az továbbra sincs. Úgyhogy akkor megint ide kell tenni. Your ship has returned from its voyage. Megjött a kávé meg a pezsgő. Jó. Na reméljük most már lesz elég kabát. Gőzzel működő torpedó? Lehet. The city's a ruddy marvel, I tell you. Ennek meg majd kelleni fog autó. Ugye 5000-nél állókolódik. Csak még nem tudom, hogy autógyárhoz mi kell. Hát gondolom gőzgép. Nyilván kelleni fog. Hi. Meglátjuk. Hát ez egy nagyobb projekt ez, mint gondoltam. Vezeték sincs. Hát abból mondjuk lehet, hogy lerakhatok még egy gyárat, csak ha lerakok még egy gyárat. Hát megint mennek a mérnökök dolgozni, mert ez csak szén kell. Szén meg annyi van, mint a szemét. Elvileg. Igen. Hát akkor letesszük, mindegy. Majd ha meg lesz a szükséges mennyiség, akkor megállítjuk. Rettenetesen néz ez itt ki. Ilyen mezőgazdasági rész, ezt ilyen ipar, ilyen gyárak. Nem tudom, max ezeket tudnám áttelepíteni másik szigetre. És akkor erre lehetne terjeszkedni. Mert lassan attól félek, hogy nem lesz elég a lakosság. Na, munkásból is sok van, úgyhogy azokból csinálunk kézműveseket. Ennyi munkás nem kell. Jó.
Megvárjuk, hogy főpörögjön a kabátgyár. Vagy a május egy ruhagyár, úgymond. Mondjuk az még később volt, de... mindegy. Cargo stations! Akkor ránézek, hogy kicsit úgy a kaucsuk belendült-e, ha már így úgy is tüntettek. Aha. Hát... őszintén. És tegyek rá még egy ültetvényt. Igazából mindegy, mert ember van, csak... hát sem kell sok lenni. Azt itt a rendőrség ügyeli, hogy nehogy baj legyen. No more space here. If you pop off now, you'll be back in time for tennis. Nike side quest. Kizsebb ránézünk. Well, well. Chosen for a royal escort. Ja, azt kell kísérni. Oké. Fleet awaiting orders. Hát, abban ilyenkor szoktak leszpónolni három enemy. Ott is ez volt esélye. Hát igen, azért nem bonyolították túl így a... az AI-t, vagy hogy mondjam. AI. Na mindegy. A lényeg, hogy megoldódott a dolog. Jó, na hát akkor kaucsukgyárat letettük, gyárat, kaucsukföldet letettük, vezetékgyárat letettük. Hát ott akkor várunk egy kicsit, itt meg akkor nézzük, hogy hogyan alakul a helyzet. Jó, hát egyelőre még jó a helyzet. Hát a kabát az lassan fog belendülni. De azért halad, meglátjuk. Jó, úgyhogy akkor léptessük tovább. Hol is a határ? Hát ez pont nem kap meg. Nem, itt még pont van áram. Jó, akkor szuper. Eddig tudunk jönni. People celebrate your leadership. Elfogyott a tégla. Jó. Még szerintem lassan a... jönem ez... It is irrational to expect such kindness. Aha. Hát lehet, hogy az acélgyárat is be kell indítani majd. Hol van nekem az? Hold the machines! Pont nem maradt annyi munkásom. Ez 200 IQ volt egyébként, hogy megállítottam. Na mindegy. Ez 50 ember. We're on tenterhooks. Mi van még, ami...
a ruhagyár. When do we start again? That really is first rate. Jó, hát akkor itt picit meg kell mozgatnunk a dolgokat. Like a frog on a... És akkor már van munkás, és akkor elindítjuk az acélgyárat. Break's over. Oda meg 200 ember kell. Fossza. Nem egyszerű ez. Reméljük ennyi elég lesz. És akkor elvileg már van tégla. Csak most már a kaja kevés. Valami mindig elfogy. Hát mondjuk ez logikus. Azt mondja, hogy paprika van. Marhahús nem nagyon. Ha vissza van véve, akkor biztos nem lesz elég. Jó, mi kell még? Mindig elfelejtem, mi kell ezekhez. Kell vas. Hát, talán ez már így okés lesz. Meglátjuk, hogy ez így elég-e. Várunk egy kicsit. Amúgy is várni kell, hogy a kávé megérkezzem. Hi. Oh. Hát csak mondani kellett. Pezsgőt persze nem tudom kirakni, mert abból rohadt sok van. Na mindegy. Jó, most már van rum, meg kávé. Hát a kaja megint kevés lesz. Hol vannak a kaja? Vagy ez a konzerv? Itt van egy konzervizem, ott van kettő, négy konzervizem van. És csak nem kellett ennem egy ötödiket. De le kell tennem. Vagy marhahús nincs. Hol a gulyásgyár? Confounded tricky this stage. Hát igen, hogyha nem kötöm be úttal, akkor... Shit.
Ez nem tűnik rossznak. Tehát a supply... Hát igen. Lehet, hogy kéne egy picit a... Az jónak tűnik. A gulyás az, ami hullámzik. Hát akkor lehet, hogy csak egy gyár kell, viszont akkor kelleni fog mindenképp... marhahús is. Ja. Nem lesz elég hely, basszus. Attól félek. Itt legalábbis. Ami baj. Na akkor a szállítást vagy meg kell oldani. Na. Mennyi hely kell egy ilyennek? Hát nem kevés. Szerintem ide pont nem fér el. Vizervizem meg végképp. The people celebrate your leadership. Sörfesztivál van. Szuper. Ha ott lennék, már ott lennék. Jó. Gondolkodok, hogy mit lehetne tenni. Na most a mérnök... Ezt, hogy tudjam léptetni, ez kell kaja. Ennek nem kell kaja. Ennek csak csoki kell, szivar meg pesgő. Hát ezt a kaját mindenképp rendbe kell tennünk. Az az igazság. Jó, hát lerakok még egy konzervüzemet, azt tuti. Meg ide valóban ledobunk egy farmot. Cső Caprioli, szép estét, minőség. I don't have all I need for my canvas. Hát most tegyem ide le. Na jó. Esősbe most letesszük ide. Rendbe teszem én ezt majd. Valószínű streamen kívül. De ez így... rettenetes. És itt ráadásul nincs warehouse se a közelben. Szilvás craft sör. Atya ég. De annak örülök, hogy íz lett. My heartfelt gratitude. Most miért lett? Sweet as honey. Érdekes, hogy most mitől lett ilyen sok lakóm. A fesztivál miatt, tehát
Jó, mindegy. Investor kell. Ennek meg kaja kéne. Megvárjuk. Gulyásgyár is. Na, ezt rendbe fogom tenni, majd következő alkalommal, csak most ilyen SOS-be. Warm sun floods the meadow. Tehát 3015 investorunk van, még kéne 2000. Az nem kevés. Az nem, nagyon nem kevés. De meg lesz, tehát szerintem az rendben lesz. Elfogyott a csokoládé. Az hogy lehet. Nagyon stresszes ez a dolog. És tényleg elfogyott. Mondjuk lehet, hogy pont ezt hozta. Nem. Hol a csokoládé? Lehet, hogy én most jön be a regionbe. Jó, hát mondjuk csoki az csak nekik kell. Még mindig nincs kaja, de... Nem tudom, mit kellene tennem még. Hát, hogy áthozok ide egy utat. Jó, hát várunk, jobb ötletem nincsen egyébként. Beinduljon a termelés, és akkor hátha lesz. Hi. Stations. Szuplája van gond. Oké, vasa az rendben, gabona oké. Hát igen, itt. Hát ez kicsit kevés. De a paprikában van rengeteg. Talán beindul és kisimul. The golden ratio.
bosszantó, de hát ez van. Itt a csokoládé. Itt meg rum, jó. Még a végén lehet, hogy csokoládéból többet kell szállítani. Ezt egy hajóval hordom. És két, vagy hát 100 tonnát pontosabban. Csak 46 van. Na most meg a csokoládé fogy el. Még mindig kevés az ember, úgyhogy akkor leteszünk egy ilyet. És akkor itt több lesz a kaja. Csoki mennyi van? Nem sok. Cukornád, mint na lássuk. Kevés a rum. Hát. I can't believe that megoldjuk. You're already an example to me, little helpers. Mindjárt megoldjuk. Tehát akkor csokiból is kell több, rumból is kell több. Jó. Stand aside, boss. Cukornád, ez mindenképp kell. Csinálunk egy cukor, hát finomítót. Az annak a neve fura. De akkor csoki gyárat is. Csak oda majd, hát kevés lesz a munkás, megnézzük mindjárt. Nagyon kevés a munkás. Viszont kaja már elvileg van elég, vagy hát lesz mindjárt elég. És akkor egy kicsit a házakon kell léptetgetni. Itt is. I feel young again. De hogyha most letettem még egy ilyen kajásat, akkor... Ó. Igen, kevés a raktár. We need more workers. Ezt addigra állítjuk. There must be input for output. Jó, kevés az ember. I don't always hear what I want to hear about you. Cargo stations. De az a furcsa itt, hogy itt semmi nem változott, és most valamiért hirtelen kevés lett a kaja. Ami misztikus dolgok. Na és most... Lehet, hogy én nem tudok valamit. De hát jó. Akkor... We are keen to get started again. Hát jó.
kell munkás. Mennyi is kell? Wise to take time to learn the nuances. 50, ide meg 100, ugye? Jó. Csapassad, Caprioli. Megint kevés a kaja, ezt nem hiszem el. Jó, kakaó az mennyi van? Mármint, hogy nye kakaóbab. Az van. Úgyhogy akkor lehet nyomasztani, csak... Megint nincs kaja. Jó, hát akkor itt is várunk egy kicsit. És jobb ötletem nincs, addig akkor ránézünk, hogy itt mi a helyzet. Jó, hát úgy nézik, a kaja megoldódott, reméljük a kabát is megfog, szerintem ott most a... Hát, meglátjuk, hogy mi lehet a gond. Most csak ezért nem tudom léptetni. Mindig van valami. Someone mistook me for an engineer's wife. Seems I must work twice as hard for half the recognition. Érdekes dolgokat feszeget. Ha. Léptetjük, aztán ha van valamiből hiány, akkor majd reagálunk rá. Na, hol járunk? Nem ez kell, ez. Hú, még csak 3700. Mert itt meg a bank kell nekik. Hát igen, ez már messze van a banktól. Úgyhogy akkor ezeket kéne itt. Elfogyott a tégla. Akkor megvárjuk, amíg lesz tégla. Nagyon jó. Woods, igen, ez kell. Jó, hát ezek kellenek az investornak, ugye? Igen. Jó, hát szemüveg még van, izzó van, kávé, hát amennyi. Csoki, pezsgő, szivar, ékszer, gramofon. Jó, hát alapvetően van, de majd megnézzük, mert még kell még 1000. Hát lehet, hogy ez ma nem fog elkészülni, attól tartok. És kócsuk még mindig nem halad. Hát lehet, hogy én leállítom ezt a kerékpárgyárat addig. Nem biztos, hogy jó ötlet. Mennyi kerékpár van? 159, hát az azért elég lesz szerintem jó darabig. I would never use the word relax. Engage the brakes. Csak hogy ne fogjon a kaucsuk. Mert más elvileg nem fogyasztja.
We are keen to resume as soon as permitted. Meglátjuk. Szerintem nagy galibát nem fogunk vele okozni. Ha elfogy, akkor újraindítjuk a gyárakat, hát most istenem. Nem győzi a téglagyár. Nézem, hogy halmozódik-e a kamcsuk. Hát nem nagyon. Mondjuk pont most ment egy szállítmány. Na, itt kezd most már elég lakó lenni, úgyhogy akkor a csoki gyárat beindítjuk. Most meg majd a sör lesz kevés, de az majd érkezik. Pont ez hozta a sört. És visz kaucsukot. Hát most megy akkor egy 180 kaucsuk, 180 tonna. És itt van 80. Hát jó, meg lesz az. Picit belehúzzuk a... Igen, ezt fölhúztuk ugye a... ezt a gyárat. Szerintem csak ezt használja. Nézzük, hogy izzobó mennyi van, akkor lehet, hogy azt is leállítom. Ja, leállítom azt is, mert abból is sok van. Csak majd ne felejtsük el újraindítani. És akkor az is gyűlhet. Állítottam minimumot. Aha. Ja, minimum stock 300. Kaucsukból is 300. Szuper. Jó, akkor ezeket kell megvárni, hogy felgyűjjön, mert akkor tovább kell léptetni, hogy legyen investor. Ha lenne kávé, akkor lehetne is. Hát sziszifuszi dolog ez, maradjunk annyiba. Jó, hát addig tevékenykedjünk. Ezt a két hajót ide visszahozom, ez egy minti side quest volt. Itt közlekedik. Attention for the admiral. Ez itt nem tudom mit csinált. Igen, ezt próbáltuk ki. Csak ez itt nem működik. Úgyhogy akkor ezt is összehívjuk ide. Ez tele van pezsgővel. De pezsgőgyárom az bezzeg. Pörög, mint az őrült. New horizons. Ships don't really. Ready for a challenge. Jó, szénből olyan sok van, hogy már nem bírja kirakni a hajó. Jó, rendben van. Aggódom a csokoládé miatt. De hát, ha ez most megoldja, hogy van csoki gyár plusz. Kávé miatt is aggódok egy kicsit. Hát ez mondjuk van. Mi történik? Vészjósó ez a zene. Ja, itt tűz van, aha. Hát igen, ez baj. Hmm.
mobilizálni kell az erőket. Majd eloltják. Jó. Hát jónak tűnik, picit hullámzik a szállítmány, már az ellátmány, de amúgy alapvetően jónak tűnik. Még az, hogy ilyen sok ideig nincs kávé, az biztosan nem jó. Tehát az nagyon nem jó. By Jove! Jó, hát akkor most tényleg csak annyi a dolgunk, hogy várunk. Jobb ötletem most nincsen. We are missing all the elements to produce a reaction. Ja, mert ezt leállítottam. Nem, ez megy. Most indít. Nem. Most megy. Oké, igen. Hiányzik a nyersanyag hozzá, akkor úgy nem fog menni. Tehát ha nem, igen, kell a nyersanyag. Mert az alapanyag pontosabban. Jó. I had no idea I was so prolific. Ha ilyen sok van, akkor visszavesszük egy kicsit. Túltermelés van a varrógépből. Hogyha ez arany helyett mondjuk kávét hozna, teszem azt, hol is ez, aha, tehát ez is hozna kávét. Farmers? Didn't know we still had the blighters. Come to think of it, did see some wretches plodding about the estate, probably poaching my grouse. Okay. Give them an inch and they'll take a mile. Jó, ez hordja a csokit, de ugye ebből még nem volt elég, hát most már reméljük elég lesz. Hát szivar az rengeteg van, az nem is olyan nagy baj, és akkor még kávét kéne. Még kávét. Hát itt a szivar helyett mondjuk. Hát ez egy picit úgy kiegyenlíti. Ugye csokiból lesz több. Tehát szerintem az itt rendben lesz. Gyöngyből meg nem kell egyelőre, még szerintem olyan sok. Mindjárt ránézek. Hát ékszerből van, mondjuk gyöngyből nincs olyan sok. De ékszerből túltermelés van. Tehát... az ékszergyár. Itt. I don't have all I need for my canvas. És ez visszább is van véve 20%-kal ráadásul, úgyhogy...
Ez nem olyan nagy baj, hogyha nem tudja berakodni a 100 tonnát. Jó. Oké, és... Hol a kávé? Hát nem itt. Itt. És még ez is hoz 100 tonna kovicsokot, meg ez... Ó, nagyon jó. Jónak tűnik. Na akkor itt pedig a banknak hát eddig van hatóköre nagyjából. Itt már hát nem annyira itt. Hát igen, itt a bank már bár egy kicsit úgy visszábesik. Itt meg már még jobban. Hát mindegy. Akkor ezeket még update-eljük. Ezeket fogjuk még upgrade-elni investorra, ha befut a kávészállítmány. Lehet, hogy addig indítok egy expedíciót. Itt tényleg közben van is valami. Na, mi történt? Tehát az erdőben megtámadtak minket valami őslakosok. Hát... Bújjunk el, vagy támadjunk. It's beastly, Admiral. Tehát elmenekültek. És mérgezett volt a nyíl, amit beleállítottak a fickóba. Hát igen, identify the poison. Igen, hát ilyet nem hoztunk magunkkal, tehát gyógyszer jellegű dolgot. Úgyhogy ki kéne kérdezni a helyieket. Diplomacy, hát... Sok esélyt nem látok rá, de... Hát ha, hát végül is sikerült. Jó, hát végül is megmentették, mert mondták, hogy a helyiek, hogy mi ez a méreg, és hogy hogyan kell kezelni. I can't make any promises. Folytassuk az expedíciót. És akkor mi van még itt? Hát, nézzünk egy ilyen archeologit. Itt még a lootot nem raktam ki. Hát akkor... Itt jön a kávé? Nem. Itt jön a kávé. Így van. Itt meg csoki, meg szivar, meg gyöngyű. És itt ezt kipakoljuk. Muzel Cracker.
ezt fogjuk hozzáadni ehhez az expedícióhoz. De szerintem most már majd csak azután, hogy megjött a szállítmány, mert akkor léptetjük is a házakat. Akkor upgrade-elünk egy kört. Oké, 163 kaucsuk van. És még érkezik elvileg. Cargo stations. Ez akkor 263 tonna lesz. I decide when I die, thank you. Ez az N-hárló, ez mindig így visszatér. Halottaiból. Attention for the admiral. Ezeket az ágyúkat meg. Igen, nem tettem még ki a lootot a. Na, hol van még hajóm? Sentinel duty commencing. Nem tettem ki a lootot. Na. Foglalkozunk majd ezzel is, ezzel még van fél óra. Megjött a kávé, szuper. És akkor megvárjuk, hogy kimaxolódjon, és akkor csapatjuk. Amennyire csak lehet. Great moment for all of us. Mindjárt foglalkozunk vele, mert visszatért az expedíció, csak ezt megvárnám, hogy hát ha még sikerül, reméljük, hogy csak sikerül. Csak nem elég ez a kávé. Ó, de bosszantó ez. Na, jön-e kávé esetleg még? Már visszafele megy. Hát itt meg rumi jön, meg gyapot, vagy egy pamut. Ez bosszantó, maradjunk annyiba. Na, jó. Csak beadta. Szomorú.
change. És elfogyott a tégla. És még kéne 500 investor. Mondjuk ez valamennyit most fog húzni rajta, de nem annyit, amennyit kéne. Jó. Hát szép lassan fejlődik ez azért, csak lassan. Jó, na, mi is volt a expedíció? Na, mit sikerült bútolni? Oké, na hát ezeket kaptuk. Egy jellyfish, egy szápa. Black Svalor. Hát valami hal. Jó, mindegyik epic kártya. Szuper, tudjuk majd fejleszteni így akkor a állatkertünket is. Hát hely már nem nagyon van, de majd megoldjuk valahogy mindenképpen. Na, addig esetleg sikerült a téglát. Nagyon jó. Mondjuk most mindenkinek van mindene, ami biztató, és így van 4700 plusz investor, közeledünk ahhoz a számhoz, ami kell. Szuper, nagyon jó, hát mérnök ugye miatt egyre kevesebb van, de megoldjuk majd azt is. Megoldjuk. Ja, tudom miért van ennyi ember a sörfesztivál miatt, ott írja, hogy workforce needed minusz 25%. Jó, most már értem. Tehát tulajdonképpen ők most szabadságon vannak. Ezek a népek. Jó, hát mindjárt végre a sörfesztiválnak, és akkor meglátjuk, hogy mennyivel alakul át a munkaerőpiac. Reméljük azért annyira nem vészesen. Meg lesz ez mindjárt, ez az 5000. Nyilván ezt majd meg is kell tartani, ami nehezebb lesz valószínűleg, de egyelőre jól néz ki azért a dolog. Biztató legalábbis. Na, meg lesz? Hát most elindult visszafele. Mondom, valami hiányzik neki. A sumptuous setting. Na, véget ért a sörfesztivál. Hát igen, kicsit visszaesett azért a szám, de nem vészesen. Hát léptetünk szerintem még egyet. Azt nézem, hogy úgy olyan kéne, ami úgy egybe van, mindegy. Jó. Itt léptetünk egyet, és akkor meg is van elvileg az 5000. Csőkekerény. Már oké. Legyen Fortnite. Megmondom őszintén, hogy nem tartozik a kedvenc játékaim közé. Szevasz egyébként, de... Jó van. Amúgy is, igen, de közben úgy alakult, és most tudom, hogy ez nem szép dolog, hogy összevonom a kellemest a hasznossal, de közben úgy alakult, hogy e-sport tárgyat is kell tartanom a fél évbe, szóval biztosan lesz Valorant. Jó, hát az, hogy Fortnite lesz-e, jó, kambuduma, nem, tényleg lesz. Most már összekapom magam is, és tényleg lesz. Na, közben megvan az 5000 investor.
erre vártunk. Úgyhogy akkor egy mérföldkő megvan. Farmerből kicsit kevés van. Happy as a pig in muck. Itt már messze van a piac. Igen, mert ez kocsma. Igen, ledobok ide egy piacot. Na, szóval kekerényi... passziánzt? Az annyira nem lenne izgalmas. Nem is tudom, hogy a Windowson van-e még passziánzt, gondolom van amúgy. Vagy hát... hát a Sims-e az a gondom, hogy az nekem nincs meg. Gondolom ilyen Sims 1-2 ilyen pár euróért már meg lehet venni, de mondjuk a... Én nem hogy 30 eurót, de... Tehát nem hogy 60-at, de még 30 eurót is sokallok arra. Én, nagyon fontos. Biztos van, aki élvezi ezt a játékot. Én nem annyira. Jó. De lesz Valorant, az biztos, meg akkor szerintem Fortnite is. És miért ne lenne? Miért ne lenne? Jó. Na. Nincs paciens, akkor írni kell. Na, látod, ez mondjuk egy jó megközelítés mindenképpen. Egy nagyon jó megközelítés. Úgyis jön most a prog 1, majd iratok a valami hallgatóval, hogy ilyen pluszpontokért írjon egy passziánzt, de rendes gújval meg minden, szépen ahogy kell. Annyira nem is lenne bonyolult szerintem, de jó. Fazmofóbia? Akár, csak kéne valaki, akivel tudok játszani, hát majd valamit kitalálunk, mert az az igazság, hogy azt e-sport órán nem illik ellőni. Azért már lehet, hogy szólna a hallgatóság, hogy mi történik. De ja. Akár lehetne az is. Munkás game, ahogy látom. Jó. De közben ránézek itt, hogy akkor hogy állunk. Szerintem a kaucsok már úton van. Tehát az hamarosan megérkezik. Vezetékből halad mindenképpen. Ugye kell mérnök. Mennyi mérnökünk van? 2800. Az jó. Ott akkor párgyárat meg lehet állítani arra fél órára, amíg ez készül. Szerintem, de ezt majd megnézzük. Jó, kell az 5000 investor, ami most leesett valamiért. Ja, mert elfogyott a bicikli, meg a csoki, hát a csokit majd hozzák. Hol a bicikli gyár? Itt van. Manufactory. Kell még mérnök. Heard above the madding crowd. Meg el kell nyitni a másik bicikli gyárat is. Tudnám, hogy hol van. Itt. Okay. It's our human right. Határeset, talán elég lesz. Szia, Sanyo! Minden hétfőn 4-től. Illetve 7-től. Tehát hétfőnként 4 és 7. 4-től olyan 6-ig. 7-től meg olyan 8-9, mikor hogy. Üdvözöllek egyébként. Hát gondoltam, kekerényi, azért ez ilyen eléggé, hát hogy mondjam, alap
azért elég alap dolog. Kezdünk megint kevesen lenni. Az az igazság, hogy én nem nagyon térhetek el ettől, tudod, mert nekem ez órarend szerint így van. Amúgy vissza tudod itt nézni, ugye egy darabig fönt lesz, ugye 2 hétig itt is, illetve mindig csinálok egy ilyen kicsit vágott, kicsit megvágom, kivágom belőle az üres járatokat, meg ha valami olyan kérdés van, és fölteszem YouTube-ra. A YouTube csatornám linkjét meg megtalálod itt a Twitch-en az About leírásba. Tehát ha esetleg lemaradnál róla, akkor ott meg tudod nézni, de itt is vissza tudod nézni. Szerintem 2 hétig megtartja a Twitch. Benne biztos, hogy elég lesz a helyére, de meglátjuk. Meglátjuk. Nagyon szívesen is, anya. Hát igen, ahogy mondtam is, hogy nehéz megtartani az investorokat. Megint a kávé. Meg a csoki. Nem tudom, hogy szállítmány ez olaj. Pont nem látok itt ilyen hajót, úgyhogy valószínű úton van. Mert így sincs. Most indult el kávé, meg a kaucsuk, meg egy kis rum. Ez itt csak kempel. Ez meg hordja a másik szigetről. Na nézzük, hogy itt hogy áll a termelés. Azt mondja, hogy hát kaucsuk amennyi, de mondjuk abból már nem kell sok. Kávé az nagyon kevés. Hát csoki valami, hát... De hol a csoki? 91 tonna. Hát nem nagyon lendült fel, hogy mit mondjak. De ennek mi az oka? Cukor van. Ja jó, ez most ér oda. Elvileg van minden. Hát lehet, hogy akkor még kell egy kis idő, mire kiforogja magát. Itt a lakosság rendben van. Itt egy csomó kávé itt van. Lehet, hogy hazaviszek egy adag kávét. Ready for action. Hazaviszek egy kis kávét. Kocsuk az nincs, mert azt hordja becsülettel ez a kis hajó. De valahogy a kávé nem halad. De mi hordja itt a kávét? It's hard to get ships. We are lucky to have friends to help us. Semmi. Megőrülök, ha nem hordja semmi a kávét. De
semmi. Elvileg ennek hordania kéne a kávé. És nincs ott a kávé. Ja, mert itt van ez a rohadt fel. Szerintem ez lehet a gond. Na, akkor lehet, hogy csak megvan a probléma, hogy miért nincs kávé. Mert nem tette ki ezt a rohadt fel. Mindjárt kitesszük kézzel, aztán... Rettenetes. Hát, ha így hordani fogja. Köszi, Sanya, hogy szólsz. Igen, ez majd órán gyakrabban fog kelleni. Már most is többet beszélek szerintem, mint kéne, de... Órán elég hamar ki szoktam tüppedni, hogy úgy mondjam. Na, hát ha ez megoldja a kávé gondot, mondjuk a csokoládé gondot még mindig nem fogja ez. Mert ahogy látom, most már a szivarra is, hát... Lehet, hogy a szivarra is lesznek gondok, mondjuk azzal még várok, mert dohány az van, mint a szemét. Várunk még egy kicsit. Mert csokoládé, ez tényleg csak oda kell az investoroknak. Semmi más, senki másnak. Úgyhogy... Jó, hát bicikli... Az nem lehet, hogy kevés, mert mindkét gyárat beindítottam. Nem. Plenty of time to pop to the library. Ez is beindult. Meg ez is. Mondjuk lehet, hogy... Picit adunk rá. Akkor most már ezt levesszük, csak hogy ne legyenek morcik. És amúgy lehet, hogy már meg is van a vezeték, így van, meg most már meg kell, hogy legyen a kaucs. Hol a kaucsuk? De most komolyan. Még az előbb indult el, de... Jó. Hát reméljük most már meg lesz a 300. És reméljük, hogy nem fog az alá menni. Meglátjuk, mindjárt meglátjuk. Tényleg addig... itt aztán van ám lúd. Ja, ez jött vissza a expedícióról. Hát lehet, hogy ezt tovább is küldjük. Mindjárt megnézzük, milyen a morál. Melyik legyen. Hát ezek DLC-k, ezeket majd legközelebb csináljuk meg szerintem. És akkor egy ilyen archaeological... Hogy a múzeumban is legyen valami. Preparation. Nézzük. Oké. Itt van Her Majesty. A cup of coffee. You've been playing for 2 hours. Oké. Na, hát itt már rendben van. Kéne gyógyszer. Hát lehet, hogy olyan ship itemem nincs is. Nincs. Nem tudom, hogy itt van-e.
Itt van, medicine. Jó. Akkor lehet, hogy ezt betesszük, csak kinek a helyére. Mi ez? Diplomacy 10, medicine 35. Hát akkor ehelyett. Ja. Én csak ezt még nem tudom oda berakni, mert nem ship item. Na hát akkor... szerintem ezt... Ó, de utána az ilyet, hogy nem tudom kirakni. És kidobni se lehet. Teszünk másik hajóba. Mert azért ki nem dobjuk. Mert ez nem fog kelleni szerintem. Igen, már hunting nem kell, de szerintem ezt most ide be tudom tenni, és akkor most már van minden. Mondjuk a rations még feltöltjük, hogy legyen biztosan elég. Hát, mi kell még? Van minden igazából. Peregjem. Battle cruiser ready. Na, lassan megérkeznek a nyersanyagok, meg kávé, meg minden. Úgyhogy elvileg, hát remélhetőleg meg lesz most már a létszám. Még egyet léptetek. Only I'm reporting in. Tehát most már a kaucsuknak meg kell, hogy legyen. Hold the crane. Mi nem is ezt hozta a helyen. Ez fogja... nem. New orders. Ez fogja hoznia. Ez nem hozott. Ja. Igen, mert ez hozott egy kis kávét, meg csokoládét, ugye? Na, viszont a rum az elég jól stabilizálódott most, ahogy látom. Nyilván, mert az investoroknak, meg a mérnököknek nem kell. I am quite satisfied, thank you. Tehát kevesebb a artizán, mert ugye az artizánoknak kell. Nekik kell alapvetően. Hát a mérnököknek is, ja. Jó. Hát több az investor, ezért nem kell neki. Nem kell annyira. Itt jön még kávé, csoki, kis szivar. The people celebrate your leadership. Remek. Aye. Attention for the admiral. Úgyhogy indítottam én itt a kávét. Nem. De most már nem is kell, mert áthordta. Jó. Jó, hát más meg nem kell vinni.
Csoki. Mit keres itt Csoki? Megőrülök. Na jó, akkor ezeket elviszem haza. És akkor itt pedig elvileg lennie kell egy csomó kávé, nagyon jó. Csomó kaucsuk, nagyon jó. Rumból, hát nincs valami sok, még lehet most vitt egy csomó. Hát valamennyit elvitt. Jó. Jónak ígérkezik a helyzet. Maradjunk annyiba. Meg is indul szerintem fölfel a létszám. Így van. Na és akkor. Kaucsuk megvan. Vezeték megvan. Kéne az 5000 investor. Death to the Queen! Passza meg, bocsánat, ezt elfelejtettem. Most újra le kell győznöm, mi? There'll be nothing to choose but your chance to fight for something worth fighting for. Tell no one. Remek. Megint vannak kalózok, csak hogy ne unatkozzak. Na. Akkor elvileg... Ha meg lenne a 2000 mérnök, aki éppen nem csinál semmit, akkor perekedne a dolog. Na nézzük. Azt mondja, hogy ezt leállítjuk, mert most beton nem fog kelleni. Gramophone Factory. Abból mennyi van? Gramophone 116. Megállítjuk. Oké, és... Bicikligyár. Ez pont kell. Azt nem állíthatom meg. Vezeték. Az most megállhat. Óra. Mennyi óra van? Az is megállhat. Free to trust my impulses. Everything's rather fragile. Hold the machines! Hát lehet, hogy nem lesz annyi mérnök. Ez amúgy is áll. I don't have all I need for my... Ízügyár. Hát... Nincs 2000 mérnök szerintem. De akkor hol vannak? How we've longed to get back to the blue. To do today. Yeah. Hát ennyi. Már a többi üzem az igencsak kellene. Szemüveg, igen, azt még megállítjuk. És abból szerintem van még egy. Ez nem a szemüveg, ez. De lehet, hogy nincs. Majd nem itt van. Lehet, hogy itt még van pár gyár, bár... Nice day for it. Itt van még egy.
Hát... ...2275 mérnök van pedig a szigeten elvileg. De akkor... Hát akkor megállítom a bicikli gyárat is. Most jobban nem tudok. És még mindig nincs meg mind. Na nézzük. A betongyárt azt megállítottuk. Ja igen, a izé... Power plant, persze. Ott van még. És azt nem is tudom megállítani, mert akkor... Hát vagy... Nem szerencsés. Na hát akkor próba. Mert akkor elvileg... Megvan mind... Izzó nincs. Én beszarakom el. Valami mindig elfogy. De az izzógyár az ment. Hát igen, mondjuk több mérnök meg investor van. Hát lehet azt venni olyan. Mennyi kell ide? 150, mondjuk az nem olyan sok. Nem figyeltem, hogy közben elfogy az ízszó. Csak beindítjuk, hogy itt is azért menjen a gyártás. Na, akkor egy vezetékgyár is be kéne. Itt a másik ízzógyár. Akkor vezetéket is gyártsunk. Na. Visszaadjuk nekik az áramot. Csak mire ezek legyártják, addig elfogy a bicikli vagy valami más. Igen, már elfogyott. Hát nem egyszerű, maradjunk annyiba. Under attack. Yes, duty. The whole. Yeah, ott. Okay. Ready for action. Azt fogjuk csinálni, most kísérletet kell adnunk minden hajónak. Sentinel duty commencing. Főleg az ilyen olajszállító hajóknak. New orders. Attention for the admiral. Ami bosszantó, de hát ez van. Shall prevail together. Na. Jó van. Lesz minden, ami kell, ha minden jól megy. Csak még mindig nem látom, hogy hogy lesz meg az 1000 mérnök, úgyhogy ha leállítom a gyárakat. Your ship has returned from its voyage. Battle deck to attention. Hmm.
any friend lift this demon cloud? It is irrational to expect such kindness. Na most meg nincs áram. De mi? És meg kevés az olaj. Valami mindig elfogy. Csak hogy ne unatkozzak. Hát szerintem csak fejlesztünk még egy kicsit. Mert valószínű az fog kelleni inkább, hogy legyen egy kis ráhagyás. Már tényleg fizikai nem lesz több helyem. Scooped us out of the gap. És lemegy 300-nál a kaucsú. De akkor ez mit jelent? Ezt így nem pontosan értem, hogy... Mi, hogy használja, csak a hajók nem viszik el. Jó. Mindent értek. Ezeket kicsit fölpörgetjük. Hát menjen most a szemüveg is. Bár ez lehet, hogy most áll. Csak attól félek, hogy el fognak fogni ezek pont mire kellene. Halmozzunk egy kis készletet mindenből, ami olyan. Gramofon nem kell. Fegyver nem kell. I had no idea I was so prolific. When do we start again? Jó. Na, és lehet, hogy csinálunk egy olyat, amit nem szoktam. Kicsit bepörgetjük az időt. Mert... Szerintem így rendben vagyunk. Csak jó lenne látni, hogy tényleg jó ez így. Ez hozott csokit. Ez most lehet, hogy pont nem kell, de... Na. Nézzük. Picit megpörgetjük. Ship under attack. Battle deck to attention.
battle cruiser ready. Ship under attack. Ez egy baj, hogy visszajöttek, már így akkor ezzel is foglalkozni kell. Jó. Yes. Tanker ready. Inkább kísérd ezt. Ez furcsa, hogy nincs olaj. Főleg úgy, hogy eddig volt. Sőjetlenül kitörültem. Jó. Jó, ez itt van. Ez még éppen úton. Jó. Jó, hát jó lesz ez, csak... Megjött a csoki. Na és akkor lehet, hogy most egy kicsit bepörgetem. Nem szeretem amúgy, mert... kéne. De hát, ha segít. Megint. Ship under attack. Remek. Their blood will beat while your heart still does. Ship under attack. Jó. Ready for action. Talán megúszta. We careen into the unknown. Ja, megúszta. To your stations. Akkor állítom, hogy kísérje. Hát... nem vagyok optimista. Expedícióval mindjárt foglalkozunk, csak... akkor látom, hogy tudunk-e lakosságon upgrade-elni. Ship under attack. Pont olajszállítót nem kéne leszedetni. Ready for action. Hol van? Itt van. Sentinel duty commencing.
full of gladness. Az a szerencse, hogy az artisan szintig minden megvan. Gyakorlatilag. Reméljük, hogy ez így is lesz. A továbbiakban is, úgyhogy... Csak tényleg arra kell figyelni, hogy az engineernek meglegyen mindene. Megint érkezett cucc, ez nagyon jó. És itt még jön. Ship under attack. Hát ezért nem figyeltem. Ship under attack. Nékre kénytelen vagyok ráállítani egy hadihajót. Hát nézhet, bent is hagyom. Sentinel duty commencing. Ship under attack. Hát, hogy csinálok egy olyat, hogy... It's rare we leave any alive. Tűzszünet. Jó. Akkor egy kicsit nyugtunk lesz egy darabig. You found your algorithm. A lustrous jewel in the Not all will last in the struggle. Ezt is elfelejtettem. Na jó. Akkor szerintem még rápillantok, hogy mi a helyzet. Hát nem nagyon indulnak meg a készletek. Az a probléma. Izzógyár is inkább lefele megy. Hát a kaucsuk az legalább jó, bicikli se nagyon. Hát. Meglátjuk. Izzógyár az nagyon lassan halad. Sőt, az igazából stagnál gyakorlatilag. Nem szerencsés, de megpróbáljuk egy kicsit húzni. És esetleg azt még, hogy itt megállítjuk az árusítást. Ami nem jó, de legalább tudunk készletet halmozni. Increases in proportion to effort. We've taken to wearing hard hats here. A layer of dust is forming. Átrakom ide az égjárat. Hogyha ezt elfelejtek, el tudnám valahol ide rakni. Átrakom, mert ott van áram. És akkor ez is egy picit jobban pörög. De pont nem ezt akartam. Hanem ezt. És akkor itt is az izzógyártás egy picit jobban fölpörögne. Hát ezt most nem tudom, nem fogom ide tudni visszarakni szerintem. Pont nem fél ide, úgyhogy akkor addig ott marad. Thank you.
Jove! I feel it reflects the times. Nice. Igen, tehát ezen dolgozok alapvetően. It's no problem. Our typesetter will be here or anything else. Then I'll send it out. The golden ratio! Jó, hát megindult a készlet fölfele, az biztos. Hát az, ez így rendben vagyunk. Reméljük a vezeték se fogy el. Lehet, hogy a többi gyárat, hát... Kerékpár sírfa. Hát igen, itt. Azért még ezzel lesz tennivaló. Akkor nézzük a többi gyárat. The formula is incomplete. De kéne arany. De az miért elfogyott az arany? Hát azt hordják. Vagy nem? Jó, az is hát valami van ott is. Ezt is meg kell majd nézni. Mondjuk abból van, hogy azokat meg lehet állítani most. Ideiglenesen. Óra az, amiből pont van. We lack the requisite material. I don't have all I need for my canvas. Confounded trick. There's room for thought. It's a surprise inspection. Tulajdonképpen csak az izzógyártás megy. Alapvetően. De szerintem lesz elég mérnök most már. Csak hát meg kéne tartani azt a szintet alapvetően. Az nem biztos, hogy működni fog. Most már elfogy a kamucsok is. Jó, hát... Lehet, hogy ez most már nem fog működni. Attól tartok. Nem ma, mai alkalommal. Itt azért még van teendő bőséggel, hogy ez mehessen. Most is bezuhant a létszám, mert hát igen, elfogyott a room, fogy a kabát. Ja. Jó, úgyhogy hát akkor van azért még egy teendő. Még kell fejleszteni itt a trade route-okat is, meg itt ezeket a ipartelepet, hogy jól működjön ez. Úgyhogy ezzel még lesz meló. De azt már csak a jövő héten. Ugyanis akkor, hát így akkor ma megállnánk. Már nekem elég volt. Hát van tenni való bőséggel, azt mindenképp kijelenthetjük. Úgyhogy folytatjuk majd jövő héten. Héten már nem lesz stream. Jövő héten folytatjuk.
Elkezdjük jövő héten a progot, prog egyet, hétfőn ez lesz a program, 4 órától, illetve 7 órától, illetve ezek a gaming streamek valószínűleg csütörtök pénteken lesznek, de majd meglátjuk, mert nem pontosan tudom még, hogy mikor lesz e-sport óra, az most ilyen újdonság lesz, már úgy értve, hogy eddig úgy volt, hogy nem kell, most mégis lesz, változhat az órarend. Jó, ami biztos, legközelebb stream hétfőn, 4 órától, prog 1 itt. Jó, addig is én kívánok nektek további kellemes hetet, majd kellemes hétvégét, és akkor találkozunk jövő héten. Na, szevasztok!